Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. 700 csapat a gyúráson. Sok vendéget vonzott a hétvégén a Csabai Kolbász Fesztivál. Felgyorsulhat az eljárás. Kiemelt ügyé nyilvánította a kormány az Airbus beruházást. Bér Miklós, Gyulán. Új könyvét mutatta be a katolikus házban a nyugalmazott váci püspök. Korszerűsödő járda szakasz. Gyulaváriban Szabó Károly képviselő tartott sajtótájékoztatót. Idén több mint 700 csapat gyúrt egyszerre a 23. alkalommal életre hívott Csabai Kolbász Fesztiválon. Az eseményre ellátogatott Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, aki elmondta, a Csabai Kolbász hazánk egy olyan unikális minőségi terméke, mely hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország a világon a 12. legnagyobb kolbászexportot bonyolította le. Ez a nap híre. Több mint 700 csapat gyúrt egyszerre szombat délelőtt a 23. Csabai Kolbász Fesztivál nemzetközi kolbászkészítő versenyén. A Csabai Kolbász receptje több mint 200 éves, és olyan utat járt be, hogy 2019-re elérte, hogy igazi ünnepé váljon az esemény. Már szívünk, lelkünk benne van. Semmi különlegesség nincs benne. Ősi Csabai tót recept. A fesztiválra a több mint 100 000 ember egy tizede a világ távoli pontjáról érkezett Békés Csabára. Lengyel fehér kolbászt készítettünk. Az emberek, amikor meglátják a színét, akkor mind ugyanazt a kérdést teszik fel. Nincs benne paprika? A nemzetközi kolbászkészítő versenyre az Erdély keleti részén található Hargita megyéből is érkeztek gyúrók. A 24 fős csapat felcsíki kolbászt készített. A fűszeren kívül inkább a lélek, a hozzáállás és a jó hangulat, ami hozzá tudunk tenni, mert úgy gondolom, hogy ennyi 500-600 kolbász közül, tehát inkább a fűszeren kívül a lélek és maga a hozzáállás a szükséges ahhoz, hogy itt nyárni lehessen. Az eseményre mindenki különféle technikával, valamint recepttel érkezett. Ez a harmadik alkalom, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is megjelent a rendezvényen. Most már második alkalommal, hogy mint támogató is itt vagyunk, és nagyon örömmel veszünk részt a mai gyúróversenyen is. A recept, amit most készítünk, az aztán az általános Csabai Kolbász receptje, amit az itteni szervezőktől kaptuk, és ezt valósítjuk most meg, remélem, hogy sikerrel. A szombati nemzetközi kolbászkészítő versenyen rendszerint részt vesz a gyulai önkormányzat csapata. Idén egy sütnivaló gyulai házi kolbászt készítettek. Egy jó kis paprikás, enyém borsos, kömény magos fokhagymás kis kolbászt készítünk. Jó lágyra, apróra daráltuk, hogy a gyerekek is szeressék. És egy igazi gyulait sikerült itt összehozzunk a gyulai csapatnak. Az október 24-e és 27-e közötti rendezvény célja évről évre az, hogy népszerűsítse a megyeszékhely, valamint a környező települések nevezetességeit. Nekünk mindig az a tervünk, hogy maradjunk pont ugyanolyanok, mint amilyenek most vagyunk. Amikor kérdezik tőlem, hogy mi az újdonság, mi nem akarunk újdonságot. Egy picit szebbek, csinosabbak, kényelmesebbek, de mindig ugyanilyenek akarunk maradni. Mert ha körülnézünk, én úgy gondolom, hogy a hangulat az, mint magáért beszél. Az eseményre ellátogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Azt mondta, Magyarország a fesztiválok országa. A Csabai Kolbász hazánk egy olyan unikális minőségi terméke, mely hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország a világon a 12. legnagyobb kolbászexportot bonyolította le. Hozzátette, 18.900 tonnányi kolbászt exportálunk a világ 45 országába. A cél az, hogy a világ 10 legnagyobb kolbászt exportáló országa közé kerüljünk. A magyar exporton belül az élelmiszeripari exportnak kiemelt jelentősége van, hiszen a magyar minőségi élelmiszeripari termékek és az egyedi élelmiszeripari termékek iránt világszerte nő a kereslet, és mi általában ott tudunk nagyon jó eredményeket elérni, ahol nem mennyiségi, hanem elsősorban minőségi verseny van. Ott tudunk jó eredményeket elérni, ahol unikális dolgokat tudunk kínálni, és magyar élelmiszeripari termékek közül több ilyen is van. A Csabai Kolbász az egyik ilyen. A kolbászgyúrás mellett a hazai könnyű zenei élet szereplői szórakoztatták a közönséget, úgy mint a Magna Cum Laude, a Follow the Flow, valamint a Kowalski meg a Vega. Jelentős fejleményről számolt be a Facebook oldalán a gyulai Airbus gyárral kapcsolatban Görgényi Ernő polgármester. Arról számolt be, hogy az építkezéssel kapcsolatos hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánította a kormány. Ennek köszönhetően rövidebb idő alatt zajlanak le a beruházással kapcsolatos közigazgatási eljárások.
A Gyulai Katolikus Közösségi Házban mutatta be legújabb kötetét Bár Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke. A könyvsorozat negyedik része a Most már látom címet viseli, és az előzőekhez hasonlóan ebben is olyan aktuális problémákról értekezik a szerző, mint amilyen a szegénység, a digitális függőség vagy az elidegenedés. A hétvégén Gyulára látogatott Bár Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke. Itt tartózkodása alatt bemutatta a kötetsorozat a legújabb részét, mely a Most már látom címet viseli. A Katolikus Közösségi Házban rendezett eseményre látogatókat egyúttal kollektív gondolkodásra ösztönözte az aktuális és egyben legjelentősebb társadalmi problémákat illetően. Az elidegenedés. Ezt tartom a legnagyobb problémának. És ameddig még az Úristen ad erőt, szeretném az embereket meghívni jó beszélgetésekre, ahol előítéletektől függetlenül érdekmentesen tudunk egymásra odafigyelni, egymást meghallgatni. Én ezt tartom a legnagyobb problémának és a legnagyobb feladatnak is. Az elidegenedés mellett az évente megjelenő kötetekben a családi élet és a gyermeknevelés nehézségeiről, egészségügyi kérdésekről, valamint a digitális függőségről is értekezik, de olyan témákat is tárgyal, mint a környezetvédelem, vagy a szegénység és a gazdagság egyre nagyobb méreteket öltő különbsége. Ennek érdekében egy alapítványt is létrehozott, mely a szegény körülmények között élő embereket, például romákat, fogyatékosokat vagy rokkantakat próbálja majd segíteni. Bár Miklós elárulta, a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány minden rászoruló embert a maga körülményei között támogathat. Például a romákat a születésüktől egészen az első munkahelyük betöltéséig pártfogolják. A kötetsorozat tehát nem csak azok számára lehet érdekes, akik hívő életet élnek, hanem azoknak is, akik elszakadtak az egyháztól, de szívükön viselik az aktuális és valós problémákat. Nekem azért kedves ez a könyvsorozat, mert öreg püspökként rájöttem arra, hogy a templomon kívül is van mondani valónk a mai emberhez, a mai társadalom valós problémáira együtt keresett válaszokkal. Tulajdonképpen így indult el ez a beszélgetés, egy kedves újságíró barátom keresett föl, hogy az ő kérdéseivel megkereshet-e, eljöhet-e hozzám. És menet közben döbbentem rá arra, hogy csupa olyasmit kérdez, ami a mai életünkben előfordul, ami nagyon sok embert foglalkoztat. Az eseményt a kötetsorozat dedikálása zárta. Újabb jelentős járdaszakasz újul meg Gyulaváriban. Szabó Károly önkormányzati képviselő a hétfő délelőtti sajtótájékoztatón az elmúlt időszak fejlesztéseiről és a jövőbeli tervekről is beszélt. Hétfő délelőtt 9 órakor már javában zajlottak a munkálatok Gyulaváriban, a Széchenyi utcában. Szabó Károly önkormányzati képviselő a járdafelújítások aktuális állásáról tartott sajtótájékoztatót. Ez a szakasz a Bölcsődétől 350 méteren át húzódik majd. Ez is egy nagyon rossz állapotban lévő szakasz volt, ez egy olyan 350 méter hosszan kerül felújításra. Itt elsősorban az volt a cél, hogy ugye itt állunk pont a Szép Alkonynak, az Idősek Nappali klubja mellett, és hát itt a szép kórúak igen sokan járnak erre gyalog, és hát azt szerettük volna, hogy itt nem botladoznak ezeken a régi megtöredezett járdákon. Szabó Károly elmondta, a Fehérkörös utcában idén befejeződtek a munkálatok, vagyis a jövőben jelentős források szabadulnak fel. Az idejében kb. 7 millió forintot tudunk járdafelújításokra használni. Jelenleg a Széchenyi utcán állunk. Itt lesz talán a legnagyobb beruházás. Ez került több mint 3,5 millió forintba. Ami nagyon jó hír az, hogy a Fehérkörös utcai betonjárdát azt 6 év után be tudtuk fejezni, tehát leértünk a végére. Ez körülbelül egy 2 kilométeres szakasz volt, amiben hát korábban igazából nem mert beállni senki, hogy megpróbálja felújítani ezt a járdaszakaszt. Most így 6 év után végre valahára sikerült elérni a végére. A képviselő úgy tervezi, a következő időszakban a Kisvasút utcában teszik rendbe a járdákat, de előbb idén még a Béke utcában is elvégeznek kisebb munkálatokat. Harmadik alkalommal támogatta a Linemar Hungary ZRT a Gyulai Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítványt. Rövid hírek következnek. Parászka Tibor, a Linemar Hungary ZRT humánpolitikai igazgatója adta át jelképesen azt a 781.500 forintot, mely a cég által szervezett jótékonysági futóversenyen gyűlt össze.
Az idei rendezvény már a harmadik alkalom volt, amikor a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatására szervezték a versenyt, ahol évről évre egyre nagyobb összeget tudnak összegyűjteni. A koraszülöttmentőt a megyében eddig már 69 esetben riasztották, így elmondható, hogy sok munkájuk volt az elmúlt időszakban, mondta a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke. Abdulrahman Abdulrab Mohamed hozzátette, a mentőautó éves szintű üzemeltetése, fenntartása évente körülbelül 20-25 millió forintot tesz ki. Ehhez kérnek segítséget mindenkitől. A jótékonysági futóverseny által befolyt összeg átadásakor az is elhangzott, hogy a mentőautót adományokból tudta megvásárolni az alapítvány, és fenntartani is csak abból tudja. Így a továbbiakban is várják a felajánlásokat azoktól, akik segíteni tudnak. Nem véletlenül választottuk azt a szlogent, hogy a fejlődés nem állhat meg. Ennek ékes bizonyítéka az, hogy tényleg néhány percen az eskütétel után már itt vagyunk kint, a helyszín az Ötvös utcában. Tovább folytatódnak a közlekedési lehetőségeket javító fejlesztések a Zöld Kereszt rendelőintézet környékén, jelentette be a csütörtök délután megtartott sajtótájékoztatón Kónya István önkormányzati képviselő. Ezek a felvételek még 2017-ben készültek, ekkor az Ötvös utca túlsó végén építettek új járdát. Idén szeptember 1-től a Békesugárút, Árpád és Ötvös utcák kereszteződésében épült körforgalmat adták át a közlekedőknek, november 4-én pedig megkezdődik az Ötvös utca páros oldalán található rossz állapotú járdaszakasz korszerűsítése. Ködmön Zsolt, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetője elmondta, egy fontos, balesetveszélyes szakasz újulhat meg. Ezen nem csak babakocsival, hanem gyalogosan is nehéz közlekedni. A területen a munkálatok várhatóan 2 héten át tartanak majd, ez idő alatt 2,4 méter széles, kiemelt útpatkával bíró, díszburkolatos járdát alakítanak ki. Ez a közös interjúztatás azért elég érdekes, nem egy szokványos módszer. A Gyulai Várszínház színpadán ez alkalommal a Kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum színészei adták elő a Grönhold módszer című darabot. A Barabás Árpád rendezte darab azok számára lehetett izgalmas, akik szeretik a krimiket vagy a nyomozós történeteket, hiszen a cselekmény szerint az állásra pályázó jelölteknek különböző feladatokat, fejtörőket kellett megoldaniuk. Többek között azt is meg kellett fejteniük, hogy négyük közül ki a cég beépített embere. Az Udvartér Teátrum egyik legújabb előadása ebben az évben a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján a színvonalas színészi összjátékért elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériumának díját. Kolcsár József elárulta. Az elismerés pozitív visszajelzése volt annak az új színházi szemléletnek, melyet társulatuk is képvisel. A több mint 25 alkalommal játszott Grönholm módszert legközelebb Szatmárnémetiben tekintheti meg a közönség. A Kolcsár Józseffel folytatott beszélgetést bővebben pénteken Értékőrző című műsorunkban láthatják. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. 79 csapat, 315 versenyzője méretette meg magát az idei Bólyai Matematika csapatverseny megyei döntőjén Gyulán. A diákok a gyulai és a környező általános iskolákból indultak. A 3-tól 8. évfolyamosokat érintő megmérettetés évről évre egyre több tanulót érdekel. A diákok többsége már nem első alkalommal vett részt a Bólyai Matematika versenyen. A versenyt a hazai megyék mellett Kovászna, Hargita, Bihar, Kolozs és Szilágy megye területén hirdették meg. 3-tól 8. osztályos tanulók évfolyamonkénti 4 tagú csapatainak. Az idei megmérettetés során fontos volt a matematikai szövegértés. Az eseményen elhangzott, akik részt vettek a megyei döntőn, azok többsége jól szerepelt. A Bólyai Matematika csapatverseny országos döntőjét november 23-án szombaton Budapesten rendezik, ahol a Dürer Albert Általános Iskola 7. osztályos diákcsoportja képviseli Gyulát. Jelenleg a hungarikumok listáján a kolbászok közül a gyulai kolbász, a csabai kolbász és a debreceni páros kolbász szerepel. A Csabai Kolbász Fesztiválra látogatók megkóstolhatták a finomabbnál finomabb magyar termékeket. Vannak, akik szerint a márka a minőség garanciája. Másoknak fontos az, hogy magyar legyen, de olyanok is akadnak, akik az ár alapján döntenek. Ön mi alapján választ kolbászt vásárláskor? Hát én szeretem a magyar termékeket, én szeretem azt, amiben kömény mag van, úgyhogy mindig meg szoktam kérdezni, nekem az a kiinduló pont, mert itt azt hiszem Békés megyében több helyen úgy csinálják. Úgyhogy nekem mindegy,
És egyébként a hétvégén kilátogatott a Csabai Kolbász Fesztiválra? Nem, a Kolbász Fesztiválon nem. Korábban, amikor fiatalabb voltam, biztos mentem volna, de már nem nekem való. Mindenféleképpen magyar termék, meg a márka is nagyon fontos. És miért pont ezeket tartja a legfontosabb tényezőknek? Hát úgy gondolom, hogy a mai rohanó világban nagyon fontos az, hogy egészségeset és minőséget válasszunk és együnk. És egyébként itt a hétvégén ellátogattak a Csabai Kolbász Fesztiválra? Mi nagyon messziről érkeztünk, Nagykanizsáról 500 kilométerre, és sajnos most vettük ma észre, hogy már vége volt tegnap a fesztiválnak, nagyon szívesen különben megnéztük volna. Leginkább az alapján, hogy minőségi termék legyen. És miért pont emiatt? Mert szeretem a hasamat. Ennyi. És egyébként a hétvégén ellátogattak ide a Csabai Kolbász Fesztiválra? Nem, most érkeztünk ebbe a pillanatba, tehát még a kocsi ki se hűlt, tehát annyira frissek vagyunk. Gondot jelent a termelőknek, hogy sok a hamis méz. Lapszemle következik. A megfogant magzat élet, nem sejtcsomó. A Párbeszédházában megtartott rendezvényen elhangzott, a szívdobbanás az élet apró jele. Az eseményről beszámoló Magyar Kurír azt írta, az USA 9 tagállamában körülbelül a várandóság 6. hetétől a magzatot szíve első dobbanásától törvény védi. Összeomlóban a mézpiac. Az Oroskafi azt írta, a mézpiac szinte belefullad a hamis mézbe. Az Unióban olyan alacsony árat kínálnak a mézért, mely a termelés költségeit sem fedezi. Elismerés a szakembernek. Honvédelmi kitüntetést kapott dr. Smiri Sándor hivatalvezető helyettes, írta a Békési Járások. A Gyomaendrődi járás hivatalvezető helyettese a honvédelemért kitüntető cím 3. fokozatát kapta. Telelnek a szürke marhák. Az őszt beköszöntével visszaszállították a magyar szürke marhákat a kardoskúti sóstói telepre, írta a kmnp.hu. Ilyenkor a legeltetés szabadon történik, a marhák látványosan igyekeznek minél több időt tölteni legeléssel és a téli kondíció megszerzésével. Visszavonhatatlanul véget ért a vénasszonyok nyara. Kedden napközben már 10 fokkal hidegebb lesz, mint hétfőn. Csütörtökön fagypont közeli lesz a hajnal. Kedden már esős, hűvös időre készülhetünk. A hőmérséklet az éjszakai 8 fokról délutánra alig emelkedik. 11 fokra számíthatunk. Szerdán szárazabb, napos, de szeles idő várható. A hőmérséklet 6 és 10 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. 700 csapat a gyúráson. Sok vendéget vonzott a hétvégén a Csabai Kolbász Fesztivál. Felgyorsulhat az eljárás. Kiemelt ügyé nyilvánította a kormány az Airbus beruházást. Bér Miklós, Gyulán. Új könyvét mutatta be a katolikus házban a nyugalmazott Váci püspök. Korszerűsödő járda szakasz. Gyulaváriban Szabó Károly képviselő tartott sajtótájékoztatót. Ez volt a Gyula TV híradója, most a Spiritus következik. Majd befejezzük a közvetítést a legutóbbi testületi ülésről. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!